Sziasztok! Most éppen rántott kolbászt fogunk csinálni. Szalámit. Rántott szalámit, pontosabban igen. Zsemle morzsa már megvan. Tojás megvan. Tojás? A tojáshoz egy kis egyéni hozzávaló két darab feles pálinka. Vagy mennyi ez? 3 centes? 2 centes? Hát az 2 centes. Hát akkor két darab 2 centes pálinka. Sütéshez meg egy kis majd olívaolajt fogunk használni. A sörhoz nem tartozik. Hát ki tudja, még lehet azt is teszünk majd be egy kicsit. Itt a tojás. Feltörjük a tojást. Feltörjük a tojást. Ne, hát erre kíváncsi leszek. Két tojás meg is van. Igen, nincs is több. Ja. És fölvejjük. Konyolóra kéne. Fölvejjük a tojást. Ez meg is van. És akkor most fölvejjük a tojást. Mondjuk kóbát csinálunk majd, amennyi belefér a tojásba. Jó is lesz. Teszünk egy kis zsemlemorzsát a másik tányérba. Nem zsemlemorzsa, inkább kenyérmorzsa, mert ez is jobb, mint a semmi, ez volt csak itthon. És akkor jöhet a kolbá, vagy a szalámi. Tojásba vele. Tojásba vele. És akkor most be már pogatni. Ja, várjál, pálinka kimaradt. Hoppá. Akkor ez az első nem lesz pálinkás. Majd a másik. És ezt is majd egy kicsit összekeverjük a tojással. Megkeverjük egy kicsit. Jó, pálinka szagú tojás. És van kutyunkba. Hát egy kicsit hígul, de nem baj. A tojás részét azt meghagyjuk, megmarad neki. Akkor belemártjuk megint. Másik oldalt is. És így meg is van. Hát forgatjuk. Jöhet a következő adag, szalámi. És megforgatjuk egy kicsit. Egy kicsit hég lett így a pálinkától, de nem baj. Megforgatjuk ugyanúgy a többi szalámit is. Hát ide. Megint megforgatjuk. Itt a lógós valamit, ami sikerült egy a pálinkás tojásból összehozni, azt, hogy félretesszük. Következő szalámi. Ezt is megforgatjuk. Még egyszer.
Nem akar fejlődni a villára, de megoldjuk. Mehet is a kenyérmorzsába. És megvan. Egy kicsit jobban meg kell mártogatni. Mi lesz ebből? Kenyérmorzsa újszint. Még egy kanyar neki. Még egyszer átfordítjuk, hogy szórunk egy kicsit, mert a belsejében nem nagyon akart menni. És így is megvolnánk. És akkor most az utolsó darab is. Ezt is megpanírozzuk kis toással. Utána egy kis kenyérmorzsa. Még lehet elég lett volna csak egy toás is, nem? Hát elég lett volna valószínű. Csak tudod, hogy a pálinkát ráöntöttük, az egy kicsit felhígította. Úgyhogy nem is kellett volna, inkább pálinkába kellett volna, elég lett volna egy 2 centes bele. Egy eléggé híg lett. De üsekő. Maximum jobban üt a kaja. Akkor ezzel meg is vagyunk. Hogy gyújtjuk be a tűzhelyet. Tehát tesszük a külső részhez. Ez. Nem az, a másik. Meg a belső? Az. Meg is van. Is van. Akkor a sütéshez egy kis olívaolaj. Olíva. Csak elég felbénál így ez a... Hát ez mindig is olyan volt. Olívaolajat öntünk bele. Egyenlőre ennyi, és várunk, hogy egy kicsit melegedjen. Amint láthatjátok, már felmelegedett annyira az olívaolaj, hogy akkor a panírozott szalámit rá is tudjuk tenni. Feltaláltad az ogói atomreaktort. Akkor itt vannak a panírozott szalámik, ezeket szépen beletesszük sütni. Na hajnál, már azért az ogói atomreaktor elkészült, csak fel ne robbanjon. Hová lett a poroltó? Itt volt mellette a poroltó, hová lett? Jó kérdés. Pont akkor nem lesz kézni, mikor szükség lesz rá? Azért az úgy van, de egyébként mindig nem itt tartom. Nem lesz rá szükség, ne aggódj. Itt tartom mindig, hogy ugye a szükség van, de azonnal lehessen használni, és hát pont most nincs itt. Vagy pedig annak ott kell lenni a tűzhely mellett. Most ennyi sűrű, maradt még 4 darab itt az asztalon, ezt mutasd meg egyszer is a többieknek is, hogy kedves operatőr úr. Ja, na akkor nézzük, itt van. Ennyi mennyiséghez 1 darab toás is elég lett volna, ugye, hogy 4 cent pálinkát ötöntünk hozzá a tojáshoz, elég is lett volna 2 centes pálinka, de most már mindegy, ugyanúgy jó lett. Én most hagyjuk is sülni egy lehet, kicsit. Hogy a másik toás nem kellett volna beletenni, de már mindegy. Megvan másik 2 centes pálinkát. Most már mindegy. 1600 fokon jó, fiú, ugye nem 1600 fok. Hát, de azt is helyén. De gáz tűz helyén. És azon is a maximum. És hát nem füstöm annyira, mint az ételt. Na, most előveszem a villát. Megnézzük az egyiket, hogy már megjárt. Sőt, esetleg meg az egyik oldala. Mondjuk itt a középső. Átfordítjuk. Ah, sül a szépen, ah, és milyen szép színe van, azt nézzétek. Nem semmi. Milyen szép színe van. Így akkor szerintem megnézhetjük a többit is, úgyhogy azért ne kozmáljon oda. Aki nem tudna, az mit jelent, ne égjen oda. Hát azt az épát fel, csak tudja mindenki. Ja. Ugye szerintem hamarosan jó is lesz, ilyen 1-2 perc amúgy még megsül az egyik oldala. Még annyi se 1 perc körülbelül, ugye, hogy kicsi is. Na, fordulját, úgy. Kicsit most már lejjebb veszük a hőfokot, mert már nagyon kezd bugyborékolni. Akkor megint körülbelül 1 percet kell várni. Amúgy majdnem olyan, mint egy fasért így kinézette.
Közben előzhetünk még egy tányért, amiben bele tudjuk majd tenni. Ja, igen, hát az, ja, kell egy tányér, amiben ki lehet bepakolni, ami már elkészült. Igen, azt már a... És itt a tányér majd amiben bepakoljuk. Kerüljünk hát most már úgy néz ki, most már ilyen igazi rántott hús színe van. Ugye? Igen. Na itt a másik oldala is jó. Látod? Igen, ennek már ez kész is van, ez gyors ilyen 2-3 perces kaja. Hát még ennek egy kicsit várni kell. Hát most úgy néz ki, mint a rántott hús. Igen, még egy kicsit várni kell neki. Hát ugye a maga a panír, tojáspanír miatt. Még egy kicsit. Ezek már jók is. Ilyen lett. Aha. Vigyázz vele, meg kurva forró. Na, ez annyira azért nem. Hát ő forró olívaolaj? Hát igen. Azért nem 1600 fokon sült. Ja. A következő adó. Azért nem gondoltam volna, hogy ilyen szépen megsül majd. Jól néz ki. Fényesen. Pálinkás tojással. Ez akár rántott hús is lehetne. Ja, pálinkás rántott hús. Majd legközelebb olyat csinálunk. Mit szólsz hozzá? Főleg, ha majd esetleg a többiek is díjazzák a kis videónkban. És akkor jöhet az a maradék 4 darab még, ami megmaradt. Van még 4 darab. Van még az a vastagabb is. Ja, és ezen kívül még van kettő. Van még kettő, és ezek is már ilyen vastagabbak. Tehát egy kicsit majd locsolni kell őket is, ugye, hogy az olaj átérje. Ez viszont kelleni fog egy kanál. Egy kicsit meglocsolgatjuk. Meglocsolgatjuk, mivel vastagabbra sikerültek, de nem baj, hogy vastagabb, addig is locsolgatjuk, hogy hadd süljön. Jó. Most várunk egy kicsit. Lejjen most. Egy kis, nem szponzorált és nem is reklámnak, csak étvágyhozóként egy kis kőbányai sört hozzá. Egészségetekre. Végül is már majdnem kőbányán vagyunk, úgyhogy akár az még... Nem Zuglóban vagyunk, nem messze van megyős ide kőbányán. Szomszédos kikerület, az már kőbánya, meg az utca túloldala is már... Semmilyen szponzorált tartalom, meg semmi ilyesmi nincs benne. Csak a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Így van. Közben megvan az aperitívban, azt a polnán sikerült elég ilyen 40-esre tölteni, ezt így oda kell így ízét hajolni és le ízét lefekelni a tetejéből. Elkészült az összes szalámi, panírozott szalámi elkészült, és akkor most következik a kóstolás, de mint ahogy szokták mondani, így étvágyhozóilag egy kis házi pálinkával is készültünk. És nekem meghagyod az M40-eset. És az operatőről van, meghagyom az M40-est. De hogy emelje fel, hogy a tele van, hogy kilötyög. És akkor szépen óvatosan egészség. Igen. Sikerült M40-esre tölteni, vigyázni kell. Egészségetekre, étvágyhozónak. Sörről egy kicsit leöblítjük. Ez legalább jó a pálinka. És akkor jöhet a kóstolás. Na, kóstold meg. Nem rossz, ahhoz képest, hogy 4 cent pálinkát töntött bele, a pálinka abszolút nem érzik. De a maga a szalámi íze az ugyanúgy megvan. Meg maga az a panírozott résznek, a tojással panírozott rész, ott a kenyér morzsával az is nagyon jól érzik, és egész finom is. De a pálinka az abszolút nem érzik rajta, pedig 4 centet töntöttünk bele. Finom. Hát még a hasamat is megdörzsölöm, mert ez tényleg ilyen lett. És most akkor
Na akkor... Szakácsúr átveszi a... Akkor most én is megkóstolom. És akkor az operatőr is megkóstolja. És akkor kíváncsiak leszünk az operatőr úrnak is a véleményére. Nem mondjuk ezt, igen. Ez egy ilyen jobban sikerült alap lesz. Meg is kóstoljuk. Mert nem rossz. Szalámi az. Szalámi az, érzik jól. Megvan az a ropogós érzése is. Hát meg kinézetes, hogy amit a dámatot fúj, de egyébként igen, a panír is. És a pálinka viszont tényleg nem érzik rajta. Pedig 4 cent bele lett 5 volt a tojásba. Azt nem érződik rajta a pálinka tényleg. Semmennyire. De viszont finom így is. Legalábbis szerintem. Jó, finom. És akkor az eredmény. Itt van, láthatjátok. Olívaolajban sült, tojással, pálinkával és kenyérmorzsával csinált szalámi. Olívaolajban sült szalámi. És még finom is. Operatőr úr, vélemény? Jó, hát... Nem éljük ebbe a rövid videóba, tudtunk segíteni. Ez igen. Ez már valami. Finom. Finom. Tovább is minden jót kívánunk el. Finom. És már esze is a következőt. Úgyhogy rossz nem lehet, hogyha már a következőt is megeszi az operatőr úr. Kis ketchupot lehet még rányomni, vagy mustárt. Vagy egy kis majonézt, vagy mustárt. Az nincs itt hon, de mustár van. Tudj. Akkor... Akkor egészségedre, operatőr úr. És akkor... Remélem adtam ötletet nektek, hogy mit csináljatok legközelebb. Mérgezőnek nem mérgező, még mindig élünk. Finomnak is finom, úgyhogy lényegében igen, még mindig élünk, ahogy a Dani is mondja. Úgyhogy legközelebbi találkozásig. Sziasztok! Sziasztok!